Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nem lehet vitás, hogy a kultúrának milyen szerepe van egy város életében, ezt nemrégiben megerősítette maga Cserpakovics András polgármester is, aki úgy fogalmazott, hogy a gazdaság, a sport és a kultúra mutatja meg, hogy egy város milyen erős. Ezért aztán Fehérvár kulturális életéről fogunk ma beszélgetni, annál is inkább, mert hogy egy olyan vendéget sikerült meginvitálnom ma a stúdióba, aki nagyon sokrétű és a város kulturális életének egyik meghatározó személyisége, Váci Márk, topográfus, történész, néprajzkutató. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz Lajos, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon fontos a kultúra számunkra. Én azt gondolom, ezzel a Covid-dal terhelt időszakban ez még jobban bebizonyosodott, annál is inkább, mert hogy ugye közösségi rendezvények nem nagyon voltak, viszont a kultúra elérte az embereket online formában mindenképpen, és ebben óriási szerepe van mindazoknak, akik a írott, illetve az elektronikus sajtóban is közzéteszik tanulmányaikat, beszélgetéseiket. És ebben te élen jártál mindig, és élen jársz jelen esetben is. Erről fogunk beszélgetni egyébként, de egy kicsit evez a mélyre címszó alatt, menjünk el Zámojra. Hiszen bár Székesfehérváron született, de aztán kiköltöztetek, hogy egy zámoi kisrác miként tudja önmagát úgy stafírozni, hogy aztán a későbbiekben a kultúra lesz az álma, illetve az álmait pedig meg is valósítja. Ez egy érdekes kérdés, ugye igen, Fehérváron születtem 1988-nak, majdhogy nem a végén, novemberben. Érdekesen alakult a történet, ugye édesanyám székesfehérvári származású alapvetően, úgyhogy egy kis időt azért még itt töltöttünk különböző helyeken, és aztán elköltöztünk végül is Zámojra, ahol az apai nagyszüleim mellett építkeztek a szüleim. Nem mondom, hogy építkeztünk, hiszen én nem vettem benne részt alapvetően. És aztán oda költöztünk be, végül is abba a családi házból, a szüleim és az öcsém a mai napig is élnek. És itt jártam az általános iskolát. Hát a kultúra iránti érdeklődés az tulajdonképpen már az alsó tagozatban megvolt, főleg a versmondó versenyek révén, hiszen ugye Csanádi Imre, Zámoj szülötte, névadója annak a versmondó versenynek, ami minden évben megrendezésre kerül itt az általános iskolában, és ennek most már néhány éve egyébként azért felnőtt része is van, ez nem mindig kerül megrendezésre, de azért helyek közben megtörténik. Tehát ilyen visszatérőként már felnőtt kategóriában is vettem részt ezen a versenyen. Nyilván a versmondás az felső tagozatban is folytatódott tovább, és hál' Istennek olyan jó magyar, illetve történelem tanáraim voltak, akik ebbe az irányba terelgettek igazából. Tehát az a sok-sok impulzus, amit adott esetben Csanádi, illetve Csóri Sándor szülőfalója is meghatároz, azért vezetett az életed során. Hát gyorsan eljutottál a könyvekig. Nyilvánvaló, hogy egy olvasott fiatal számára, aki a töpörtű korától és a kultúrában él, mármint a könyvkultúrában, az meghatározó. Voltak-e meghatározó élményeid? Abszolút voltak. Hát az, hogy mondjuk általános iskolában ugye legalábbis abban az időben volt egy kötelező olvasmány évente. Nem volt olyan nehéz letudni, én azt gondolom, főleg már a felső tagozatban, bár azért felnőttként, meg pláne történészként az ember már látja, hogy nem biztos, hogy azok a regények, amelyeket mi olvastunk, mondjuk a felső tagozatban éppen amikor osztályunknak voltak valók, de például a történelmi érdeklődést azt abszolút előmozdították. A Fekete Istvántól a Koppányaival a testamentuma volt az első olyan igazi történelmi regény, amit már nem kötelező olvasmányként olvastam, olyan, hát 10-12 éves koromban talán. Tehát ez volt az első igazán meghatározó olvasmányélmény tényleg. És akkor innentől kezdve gyakorlatilag megindult a regényolvasás, és ez folytatódott a gimnáziumban is, azzal együtt, hogy ott is ugye a több kötelezőn felül már azért az ajánlott olvasmányok is erőteljesen érdekeltek. Ugye Vasvár is lettél, az egy csoda pillanat. Én magam is Vasvár is voltam, Sobor Antal, Román Károly gardírozott bennünket, tehát én azt mondom, hogy a lehető legjobb kezekbe kerül a humán érdeklődésű fiatal. Hát én őket sajnos már így pedagógusként nem ismertem, tehát engem már aktívan nem tanítottak, de például a Vasvár is versmondó versenyeken, amelyeket rendszeresen a mi osztályunk, mi évfolyamunk szervezett, illetve az osztályfőnökünk Gödény Zsóka néni, Isten nyugosztalja, ő szervezte ezeket a versenyeket,
gyakorlatilag mindig, vagy a Sobor, vagy a román tanár urat biztos, hogy meghívta a zsűribe, ahol ők elmondták egyébként a Bölcs előremutató kritikáikat, és mindig építő kritikát fogalmaztak meg. Ez szerintem nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Tínézserként, tehát elmélyültél az irodalomban, ez gyakorlatilag meghatározta, ez eleve elrendelés volt a pályádat később. Egy pillanatig nem volt kétséges, hogy humán pályára kerülsz? Hát gondolkodtam nyilván azért az általános iskolában, tehát az ember elindul onnan, hogy amikor felteszik neki a kérdést, hogy mi szeretnél lenni, meg iskola újságban, nem tudom, akkor ugye valamit válaszolni kell. És akkor voltak ilyenek, hogy színész, meg ügyvéd, ez még úgy megvolt a gimnázium elején is, és aztán amikor az embert úgy elkezdik okítani a felnőttek, hogy hát akkor hogy is néz ki ez a pálya? Persze jellemzően olyanok, akiknek túl sok közük nincs az adott pályához, és akkor az ember azért a gimnáziumi tanulmányai révén nyilván eljut odáig, hogy jó, akkor én most szerzek egy érettségit, de akkor ezzel valamit ugye kezdeni kéne. És nyilván, mivel a történelem meg az irodalom érdekelt leginkább, főleg a történelem, ezért egyértelmű volt Papp József tanár úr indítatására, hogy akkor a történelmet fogom választani, és ezzel szeretnék foglalkozni, illetve emellett azért a néprajzi érdeklődés is megvolt. Tehát a néprajz az... hogy jött egyébként? Hiszen én azt gondolom, a rendszerváltás után elindult egy olyan időszak, hogy egyre inkább kezdtünk a néprajzzal foglalkozni, ami aztán feledésbe merült, mármint a rendszerváltás előtt igazából csak az autentikus néprajzkutatók foglalkoztak kiemelten itt Fehérváron is néprajzzal, akár a Fehér megyét említjük, messzebb meg ne is tekintsünk, mert annak ebben az értelemben nincs most szerepe, de téged hogy érintett meg? Hát én azt gondolom, hogy azért a környezetnek nagyon fontos, befolyásoló ereje van. Tehát egyrészt az idős emberektől hallott történetek. A nagypapámmal jártunk mondjuk horgászni, az öcsémmel együtt sokat. Az öcsém aztán többet járt egyébként később, és ott is azért elhangzottak mindenféle történetek. De azt is mondhatom, hogy volt egy helyi lelkes amatőr gyűjtő, Bán Miklós, aki Lamborétom néven létrehozott egy helytörténeti néprajzi gyűjteményt, amelynek a tárgyait egyébként a 90-es évek elején, illetve 80-as évek végén helyi lakosoktól gyűjtötte össze. Ezeket szépen felcímkézte, az adományozók nevét feltüntette, minden egyebet, és hát némelyikről még azért kis történetei is voltak, amiket ő ugye úgymond felgyűjtött az idők során, és már jóval később, amikor én már végzett néprajzos voltam, találkoztam az ő interjúival, amelyeket például helyi idős emberekkel készített. Ebben a környezetben nevelkedtünk egyébként az iskolásokkal együtt, hiszen az általános iskolában sokat jártunk például a Miklóshoz, nem csak játszani, hanem azért néhányan ezt a gyűjteményt is előszeretettel nézegettük. Talán innen indult. Tehát ezt megtartottad, így aztán egyenes utad vezetett Pécsre. De az már korán sem mindegy, hogy ki milyen szakirányt választ, hiszen számtalan lehetőség állt előtted. Igen, hát a történelem volt az erősebb igazából, és mindenképpen történelem szakot szerettem volna elkezdeni, és ez sikerült is. És emellé vettem fel aztán ugye második képzésként a néprajzot, második szakként. Tehát a szakirány választás az meghatározta a későbbieket is. Abszolút, abszolút. És aztán egy ilyen érdekes módon alakult, hiszen én szereztem ugye egy történelmi alapdiplomát, gyakorlatilag most itt tartok a történészképzésben, és szereztem egy néprajzos mesterdiplomát, hiszen mesterképzésben pedig a néprajzot választottam. A szemléletmód volt az, ami engem abszolút megfogott a néprajzban. Tehát Pécsen, bár most már azért a mikrohistória, mikrotörténelem is erősödött, de leginkább a politika történeti vonulat volt erős, illetve a hadtörténeti vonulat. Most már azért társadalom történettel is egyre többen foglalkoznak, főleg a 20. századi modernkori tanszéken, de a néprajz tanszéknek abszolút ez volt az egyik fő vonala. A közösségek, a mikrotörténet, a személyes történelem, a megélt világ. Világos. Viszont az is nagyon fontos, hogy miként választ egy fiatal már a diplomával a kezében a későbbiekre magának utat. Gondolok itt elsősorban, hogy korán sem mindegy, hogy melyik az a korszak, ami megragad, hiszen mindent az ókortól napjainkig nem lehet magas szinten
művelni, tanítani? Hát valamiért engem 20. század fogott meg igazán. Talán azért, mert erről hallottam élőszóban a legtöbbet. Tehát, hogy voltak olyan emberek, akiktől ugye ezeket a történeteket meghallgattam, kialakult egy olyan kis kör, amelyik a helytörténeti gyűjtemény mellé, ami aztán az egykori uradalmi magtár épületébe beköltözött, létrehozott egy második világháborús gyűjteményt, főleg ott a Zámojon, illetve környékén zajlott csatáknak az emlékanyagával, köztük különböző személyes tárgyakkal is, jártuk a padlásokat például. Tehát azért nem csak a hadszíntéren voltunk, kvázi kutatókként, nyilván professzionális kutatókkal együtt, hanem bizony padlásokon, idős embereknél, és ugye ott is azért gyűjtöttük a tárgyakat, történeteket, tehát ez volt a számomra leginkább megfogható és legjobban megközelíthető. Tehát meghatározó volt számodra ez az időszak mindenképpen, és ezt szeretted volna továbbvinni, ahogy ez meg is történt. Ugyanakkor, majd erre visszatérünk természetesen, de kinyílt egy másik világ is előtted, a néprajzkutató világa, az pedig egy teljesen más gondolatsort követ, hiszen bár összekapcsolódhat néha-néha, de azért az egy más világ. Igen, azért a néprajz világa az mégiscsak valamennyire a hétköznapi ember világa. Ugye az életmódkutatások nagyon fontos szerepet játszanak benne, és az ünnepek mellett a hétköznapok. Nagyon nagy szerencsém van abban is, hogy egyébként földimnek mondhatom, vagy inkább ő mondhat engem földimnek, Lukács László professzort, aki Zámojon született, kvázi az utolsók között, akik még a faluban, és nem a fehérvári kórházban, vagy más egészségügyi intézményben születtek, és az ő munkássága is nagyon meghatározó volt ebből a szempontból. Tehát én olvastam dolgozatait, olvastam különböző munkáit, és hát természetesen a mai napig is olvasom, és hát azóta azért már egy személyes szakmai, illetve emberi kapcsolat is kialakult. Hála Istennek, itt van még velünk, úgyhogy ennek nagyon örülhetünk. Ugyanakkor választani is kell. Tehát a választás nehézsége az mindig meghatározó egy fiatal szakembernél, hogy melyik úton induljon el. Gondolok itt elsősorban arra, hogy munkahelyet kellett választanod. Egy olyan munkát, ami kapcsolódik valamelyik kiemelt tevékenységhez. Ez hogy történt? Hát gyakorlatilag az én pályámat, meg azt, hogy a történelemmel foglalkozom ma már aktívabban, tehát ahogy jöttem a felvételre, úgy magamban megfogalmaztam, hogy mondjuk 10 esetből 9-szer biztos, hogy történelmi témával foglalkozom, és mondjuk egy az, ami néprajz. Leginkább jeles napok környékén, amikor megkeresnek mondjuk civil szervezet, magánszemély, bárki, hogy akkor erről az adott napról, szokásvilágról, bármiről beszélgessünk egy kicsit, mondjuk egy beszédet, bármit. Gyakorlatilag úgy alakult, hogy én elkezdtem munkát keresni. Különböző közgyűjteményekbe is adtam be ugye önéletrajzot, motivációs levelet, minden egyebet, amit ilyenkor ugye szokás, megindokolva azt, hogy ugye miért szeretném ezt a területet választani, illetve hogy mi az a terület, amiből én mondjuk ugye a szakdolgozataimat írtam, és a többi, és a többi. Egyébként ez is érdekes, mert egy helytörténeti szakdolgozatom van, illetve ugye van egy néprajzi szakdolgozatom, de hát a kettő között azért nyilván vannak átfedések is. És aztán úgy adódott, hogy volt egy jó lehetőség. Ugye Székesfehérvár műemléki topográfiájának a kialakítása, az épített örökség számbavétele, az gyakorlatilag ebben az időszakban zajlott igazán aktívan. 2009-ben ugye megjelent a Magyarország műemlékei sorozatban egy Székesfehérvár kötet, ami gyakorlatilag a 80-as évektől kezdve gyűjtött anyagot dolgozta fel, és igazából már 2010-11 környékén ennek az újrafeldolgozása megkezdődött, hiszen egy városnak akár az épületállományát, köztéri alkotásait nem lehet egy kötetben leírni, nem statikus semmiképpen, hiszen folyamatosan átalakulóban van. Épületeket mondjuk lebontanak, átalakítanak, új tulajdonosaik lesznek, új információk kerülnek elő, ugye levéltárakból, könyvtárakból, bárhonnan, családi emlékezetből szobrokat állítanak, áthelyeznek, és a többi, erről hosszan lehetne beszélni, tehát ez nem egy statikus műfaj, és hát alapvetően azért egy szemléletmód is egy kicsit más volt, az volt ennek a szemléletmódja, amelyben egyébként ez a kutatás gyakorlatilag a mai napig is zajlik, hogy egy kicsit hozzuk közelebb az olvasókhoz.
hiszen az a kötet, ami korábban megjelent, nagyon sok művészettörténeti szakkifejezést tartalmaz, az épület leírások is ugye rendkívül szikárak, tőmondatokban fogalmaznak, meglehetősen sok szakirodalmi forrást használnak fel, viszont a műfajnak az is egy sajátosság, hogy az épület történetekre és a tulajdonosok lakók történetére például nem helyez olyan nagy hangsúlyt. Tehát ez volt a feladat a Városkutatóintézetnek és az EHO Network. Tehát itt már azért megérkeztünk ilyen értelemben a MÁ-ba, hiszen az EHO Network az most is megvan, hála Istennek, hiszen egy kivételes sokrétű feladatot végez ebben a körben. De hogyan kapcsolódott ehhez a néprajzkutatás a későbbiekben? Hát maga a Magyar Városkutató Intézet egyébként egy pár évvel később jött létre. Igen. Volt egy úgynevezett EHO Szociológiai Kutatóintézet, illetve volt, ami úgynevezett, még ma is azért néha használjuk, bár ugye brandként nem annyira bejáratott, meg nyilván nem levédett, ez a Fehérvári Topográfiai Műhely, ahol mi elkezdtük ugye ezt a kis munkát egy kisebb csapatban. Hát mára maradtam igazából egyedül, illetve van egy kollégina, aki most éppen babázik, de hát majd visszatér remélhetőleg nem sokára. És ugye szociológus kollégákkal közösen kezdtünk aztán együtt dolgozni magában a Városkutató Intézetben. Hát a néprajz az nyilván azért itt a vallási élettel kapcsolatban például bejön a képbe, vagy ha már Lukács Laci bácsit említettem, ugye ő megírta Székesfehérvár néprajzi értékei című kötetet, amiben azért a jelesnapi szokások és a vallási szokások mellett azért a mesterségek például bekapcsolódnak, ugye a tisztes iparnak az emlékei szintén tőle származik ez a kifejezés, a temetkezés, tehát minden, ami igazából a hétköznapokhoz, az ünnepekhez kapcsolódik, és ami mondjuk megnyilvánul épületekben, köztéri alkotásokban, vagy ezekhez kapcsolódik, annak gyakorlatilag vannak ilyen néprajzi vonatkozásai. A publikációk mennyire voltak meghatározóak számodra? Hiszen rendkívül sok előadásod volt, de emellett az írott formában is megjelenik, mert azért a szakma az elvárás a szakmában. A másik oldalról pedig az előadásaid nem különben fontosak, hiszen a köznapi székesfehérváriak számára az mind kivételes lehetőség, hogy megismerhesse közvetlen környezetét, épített örökségét és így tovább. Hát mivel ugye nem felsőoktatási intézményben dolgozom, nem közgyűjteményben, illetve nem mondjuk azt, hogy államilag akkreditált tudományos intézetben, gyakorlatilag nekem publikációs kötelezettségem, mint olyan, az nincsen. Hál' Istennek teszem hozzá, mert hogy sokrétű a feladat. Főleg a Városkutató Intézetnek a feladatköréből adódóan azért néha vannak olyan városi jellegű kutatások, akár közvéleménykutatás, akár egy stratégia, mondjuk kulturális stratégia, bárminek az elkészítése, amiben szintén be tudok kapcsolódni most már így az évek során gyűjtött rutinnal. Tehát emellett nem mindig jut annyi idő ezekre a munkákra. Aztán nyilván vannak olyan kötelezettségek, amelyek mondjuk különböző pályázati lehetőségekből adódnak, ilyenkor a kollégák nyilván előszeretettel élnek azzal, hogy helyismereti sétákat lehet tartani, helytörténeti előadásokat, és ugye ezek általában szóban hangzanak el. Nyilván mindegyiknek van egy írott anyaga, amit én általában résztvevőknek aztán el is szoktam küldeni, és hát sokszor felmerült már, hogy mikor jelennek meg ezek valamilyen kötetben, kiadványban. Én azt szoktam mondani, hogy talán majd egyszer erre is lesz idő meg alkalom, most egyelőre nem ez a fő csapásirány. Van viszont egy műhelytanulmányok a műemléki topográfiához füzetsorozatunk. Ez a 8. füzetnél jár jelen pillanatban. Fehérvári, veszprémi, egri és egyéb témákat dolgoz fel, hiszen a topográfiai munka az gyakorlatilag ezekre a területekre terjed ki, meg többek között Budapest első kerületére is. És én ennek vagyok a sorozat szerkesztője most már a 6. füzet óta. Nagyon érdekes az, hogy a 7. például én írtam, és én sorozat szerkesztettem, gyakorlatilag a kolléganőm volt a füzetnek a szerkesztője, ugye ez a Csutora temetőről szól, és hát nyilván vannak tervben még ezzel kapcsolatban munkák, tehát a sorozat az természetesen folytatódni fog. Az egyik szívügyünk itt Fehérváron mindenképpen a Fekete Sas, most és nem a Patika Múzeumra gondolok természetesen, hanem a szállóra. A Fekete Sas Társaság egy kivételes lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy milyen volt Székesfehérvár kulturális és gazdasági élete, hiszen oda nagyon sok mindenki járt annak idején. Ugye ennek a társaságnak alelnöke van, ez hogy jött?
Hát ez is egy érdekes helyzet. Ez gyakorlatilag szinte minden, amiről most beszélgetünk, az a munkámhoz kapcsolódik, és szinte mindent a munkámnak köszönhetek. A családomon kívül, akik egyébként rendkívül türelmesek, meg el kell mondani, hogy a feleségem abszolút elviseli azt, hogy én nagyon sokszor későn járok haza. Van olyan ismerős, aki rendszeresen megkérdezi, hogy azért a gyerekeid látnak néha otthon? Hál' Istennek látnak természetesen. Megbeszéltük azt is, hogy jövőre azért egy kicsit visszaveszünk ebből, hiszen a gyerekek, ahogy nőnek, ugye egyre többet kell velük foglalkozni. Tehát szinte minden a munkához kapcsolódik, és igazából a Városkutató Intézet és a társaság között indult meg egy közös munka. Elkezdtünk közösen rendezvényeket szervezni például a török korral kapcsolatban, aztán 19. századról, kulturális élet, zenei élet, építészet. Tehát voltak ilyen közös programjaink, és Fontana Eszter elnök asszony egyszer csak föltette a kérdést, hogy nem szeretnél esetleg a társaságnak tagja lenni, és mondtam, hogy hát persze, hát örömmel. Nyilván, ha már eddig is ugye közösen dolgoztunk, akkor természetesen. És aztán úgy alakult a helyzet, hogy viszonylag rövid idő múlva meg feltette a kérdést, hogy hát van egy elnök helyettesi pozíció, amit valakinek be kéne tölteni. És kéne egy olyan ember, mivel ő Lipcsében él egyébként, Németországban, aki helyben van Fehérváron, és tudja mondjuk a társaságnak az ügyeit intézni, már ami intézhető egyébként ugye személyesen, a programokat szervezni, és hát gyakorlatilag azokat a feladatokat, amiket nyilván segítséggel, de azért mégiscsak el lehet látni. És akkor én nyilván erre igent mondtam. Tehát kialakult egy olyan sajátos helyzet, hogy még mindig vannak közös rendezvényeink egyébként, amiben én ilyen kettős, vagy már nem is tudom hányas minőségben veszek részt, de úgy gondolom, hogy ez is nagyon jó, és nagyon fontos, hogy például a különböző kiadványokon keresztül ugye megjelent a novellás kötet nemrégiben, ugye tavasszal a novella pályázatunk kapcsán, illetve most már a Fekete Sas évszázadai című kötet is kijött a nyomdából, ami a történetét dolgozza fel igazából ennek az épületnek, tulajdonosoknak, bérlőknek, és egyáltalán annak az időszaknak, azért ez egy elég hosszú időszak, a történetét, amelyben ez a fogadó, aztán később ugye szálloda, étterem és kávéház működött. Most már csak arra várunk, hogy maga az épület is olyan legyen, mint az a társaság, amely ezt képviseli. Kicsit jöjjünk haza, hiszen van Sasvári Csillának egy csodapillanatokat tartogató, minden egyes televíziós és rádiós megszólalása, ez fantasztikus, hogy a városrészek titkairól beszélünk. Ez egy remek gondolat volt, nagyszerű ötlet, és a megvalósítás is egyedi. Ezt hogy vetted? Hiszen ez egy folyamat része, és én azt mondom, hogy nagyon sokan nézik, még többen hallgatják, úgyhogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy egy néprajzkutató topográfus kiteljesedjék. Amikor ezt a novella pályázatot meghirdettük, akkor Csutini és Lehr Erzsébet Böbe, aki szintén tagja a Fekete Sas Társaságnak, építész, műemléki szakmérnök, és még sorolhatnám, ajánlotta fel a lehetőséget, hogy neki van egy ismerős a Médiacentrumnál, nevezetesen Sasvári Csilla, hát reklámozzuk azért mégiscsak ezt a novella pályázatot. Amellett, hogy ugye a partnere Vörös Marti Társaság nyilván szintén hirdette, és akkor Csillával én kapcsolatba kerültem, és a rádióban akkor beszéltünk erről a pályázatról, hogy ugye ez van, és ennek a célja ugye egy kötetnek a kiadása, és nyilván foglalkozunk a szállónak a történetével, és a többi, és a többi. És akkor ez volt egy ilyen első rádiós beszélgetés, majd aztán eljutott a dolog oda, hogy hú, hát ez nagyon jó, őt ez nagyon érdekli, hát valami várostörténeti műsort ebből nagyon jó lenne csinálni, úgy egyáltalán a városról. És mondtam neki, hogy jó, csináljunk. Volt is ötlet, hogy akkor ilyen városrészenként felosztva, ugye Böbének az örökségvédelmi hatástanulmányából, amit egyébként még áldott emlékű Siklósi Gyulával közösen készítettek el 2011-ben, ezzel a mentén haladva, városrészi felosztás mentén, akkor csináljunk egy ilyen várostörténeti műsort. És volt nekünk egy ilyen programsorozatunk még korábban, aminek ez volt a cím, hogy Városrészek titkai. Úgy gondoltam, hogy hát akkor én ezt így belsőleg ellopom, és idehozom először a rádióba, és elkezdtük ezeket a rádiófelvételeket.
És aztán megtörtént az, hogy Csilla ugye bekerült a tévébe, kapott egy újabb lehetőséget, és hát elindult a fehérvári beszélgetéseknek az a folyama, hogyha lehet így fogalmazni, amiben ugye ő készített beszélgetéseket, és Szenci Jánosnél Zsuzsa volt ugye az első vendége, Fehérvári Kézművesek Egyesületének az elnöke, akivel szintén nagyon jó szakmai kapcsolatban vagyok egyébként. Több előadást tartottam már náluk, illetve beszélgetésünk is volt, és én voltam a második meghívott vendég ebben a sorozatban. Egy hasonló portré beszélgetés volt egyébként az is, és aztán ezután pedig ugye elhangzott az, hogy jó, hát csináljuk a rádióban ezt a beszélgetést, nem lehetne esetleg a tévében is? Mondtam, hogy legyen. Is és történt, van. Hála Istennek, és van, és népszerű. Közben ugye a Vörösmarty Társaságot említetted Szőr mentén, de a Vörösmarty Társaság alelnöke is lettél. Hogy fogadtad ezt a felkérést? Hiszen tudjuk, hogy Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténész barátunk, aki ugye a Csóri Sándor Társaság elnöke, tehát ő is kötődik ilyen értelemben most már Zámolyhoz, lemondott, és akkor választani kellett. Bobori Zoli mondta nekem, a Vörösmarty Társaság elnöke, hogy a kiszemelt te magad vagy. Én ezt maximálisan támogattam egyik oldalról, hogy egy új szemlélet is beköltözzék, másik oldalról pedig, hogy valami mást is képviselsz, mint a költészet és a irodalom. Tehát hogy fogadtad a felkérést? Még egyszer kérdezem. Hát nem volt előzmény nélküli a dolog egyébként. Zoli engem már többször kapacitált, megkeresett, és majd mondta, hogy hát, ha majd aktuális lesz a tisztújítás, akkor majd ő újra felveti ezt a kérdést. Mondtam, jó, természetesen. Aztán alelnök asszony Maklári Éva, aki ugye néhai paptanár úr özvegye, tehát azért van némi ismerettségünk még a régmúltból, egy jól sikerült szerenát emléke a középiskolából, ő is többször pedzegette ezt a kérdést. Ugye vele a Fekete Sas Társaság és a Vörösmarty Társaság közös novella pályázata révén találkoztunk, hiszen ő volt az egyik bírálója ezeknek a novelláknak. Illetve hát a Vörösmarty Társasághoz is igazából így kerültem közel a novella pályázat révén, szintén egy ilyen közös munkával. És aztán, hát ugye volt az a jeles disputa alkalom az Öreghegyen, amire engem az Oli meghívott, nem akármilyen nevek után egyébként, és hát aztán azóta is azért elég komoly vendégek voltak ebben a rendezvénysorozatban. Hát a Tolcsvai Béla nevét kiemelem a legutóbbiak közül, akkor azért nem egy akármilyen társaságba kerültem be, én úgy gondolom. De ha a Vörösmarty Társaságnak a tagságát nézem, azért az sem akármi. És hát ahogy ugye Bakonyi Pista fogalmazott, after Bakonyi, megnyertem magamnak először a Vár kritikai rovatának a szerkesztői tisztségét, amiről ugye ő visszavonult. És hát a Zoli felajánlotta, hogy akkor csinálnám ezt én, hiszen írok könyvajánlókat is többek között abszolút kedvelésből, de hát most már néha azért a szakmai munkába is bebecsúszik egy-egy ilyen könyvemutató rendezvény. Illetve jött ugye ez a felkérés szintén, ahogy Pista fogalmazott, after Bakonyi a Vörösmarty Társaságban az alelnöki tisztség, méghozzá a társadalmi kapcsolatokért felelős alelnök. És én azt gondoltam, hogy persze, csináljuk, miért ne. No, itt a beszélgetés végén egyébként nekem abszolút örülök, hiszen mondom, feltétlenül szükség van a fiatal gondolatokra is. Menjünk egy kicsit Szabadbattyánba, hiszen a feleségedet még Pécsen az egyetemi évek alatt ismerted meg, ő kulturális antropológus, és Szabadbattyánba költöztetek, és most már szabadbattyáni vagy? Én annak vallom magam, ugyanúgy, ahogy vallom magam fehérvárinak is, meg vallom magam zámainak is. A mai napig, meg szerintem mindig is annak fogom tekinteni magam. Hát ugye 2000... Meg kellett néznem a Facebookon, megmondom őszintén, mert annyi dátum van, hogy az ember elfelejti, bocsánat. Szóval ezt a feleségemnek üzenem. Meg kellett néznem, megmondom őszintén, mert az, hogy 5 év, 6 év, ez nekem mindig ilyen nagy dilemma. A történészként meg pláne. Tehát én vagyok az, aki se évszámokat, se neveket. Csak papírból. 6 éve vagyunk most már házasok, és 5 éve élünk gyakorlatilag Szabadbattyánban, abban a családi házban, amit vásároltunk. És most már 2 gyermekkel, ugye 2018-ban született Emese nevű kislányunk, aki most már elkezdte az óvodát, illetve Hunor
kisfiú pedig februárban született idén, úgyhogy most már két gyermekes családapaként, egy lányjal, egy fiúval, hát várjuk a kihívásokat. Tehát kerek a világ, és ráadásul talán nem árulok el nagy titkot, hogy Szabadbattyánban is azért vár rád majd különleges feladat, hiszen a battyániak öröksége azért az érdeklődéssel várjuk. Én pedig köszönöm szépen neked, jó munkát ebben a kerek világban, és kevesebb munkát, de abból úgy sem lesz semmi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.